Üdvözlet a nézőknek, ezúttal a Csornaja Metka nevű játék kerül bemutatásra, amit már régóta szeretnék megmutatni nektek. Nem nagy képviségből mondom a játék orosz címét, az a helyzet, hogy hivatalos angol címe nincs neki, egyedül az indító fájl neve angol, thehunt.exe. Ezen kívül orosz oldalakon nem hivatalosan referálnak még rá úgy, hogy The Black Label, és hogy mit is jelent pontosan ez a cím, arra mindjárt kitérek. A játék két változatban jelent meg, az eredeti Csornaja Metka orosz verzió volt az első, az eléggé ismert Buka Interactive gondozásában, ebben természetesen a szinkron és a feliratok is orosz nyelven futottak. A második változat meglepő módon nem angol, de még csak nem is német, hanem francia volt, az Enumen Interactive kiadásában jelent meg, immár más címmel, Track vagy franciásan Track, és itt jön a csavar, ennek a verziónak csak a feliratai voltak francia nyelven, a szinkron angol volt. Nem értem a logikát benne, hogyha már elkészítik hozzá az angol szinkront, akkor miért nem sikerült egy angol vagy legalább amerikai kiadót találni hozzá. Hogy még jobban bonyolítsam amúgy a dolgot, létezik egy nem hivatalos rajongók által készített fordítás is, ami a feliratokat angolosítja. Az általam bemutatott verzió az eredeti orosz lesz, mert csak ehhez telepíthető fel az egyetlen patch a játékhoz, pluszban ezt a rajongói feliratot raktam hozzá, amit egy picit módosítottam én is. Az angol szinkron ugyan kecsegtetően hangzott, de őszintén szólva az orosz szinkron színészek sokkal jobb munkát végeztek, és végtére is így autentikus az egész. Szokatlan és meglepő módon a játéknak létezik egy gyűjtői kiadása is, ami egészen véletlenül nekem is megvan. Óriási köszönet Maxim barátomnak, aki Oroszországból eljutatta ezt hozzám. Képzeljétek el, több mint 3500 kilométert utazott, ez az egyetlen egy doboz csak, hogy eljuthasson hozzám. Cseljabinszkből indult, majd Moszkván keresztül ért el Budapestre. Ismét egy iszonyatosan ritka dolog a kollekciómban. Hatalmas megköszönet érte. Na mi is található ebben a gyűjtői kiadásban? Egyrészt barom jól néz ki szerintem ez a dobozfedél, annak ellenére, hogy ilyen lilás, pinkes a dizájnja, iszonyatosan jó. Azt a mindenit emberek, fú! Na kezdjük az alap dolgokkal, a játék CD-je old school tokban marha jól néz ki. És ez egy cseles dolog, ugyanis a játék CD-jén kívül egy zenei CD is található benne, ami a játékban szereplő zenéket tartalmazza. Olyan együttesekkel, mint Amatori, Animal Jazz, Distemper, Origami, Nukau, Top Display, semmit nem mondanak nekem ezek a nevek, egyedül a Distempert ismerem, de fú, iszonyat jó, majd meghallgatjátok őket. Aztán ez mi lehet, azt a mindenit? Egy Csornaja Metka poster. Na ez jól fog mutatni a falamon, iszonyatosan jól néz ki ez is. És végül egy Hunter maszk a játék ikonikus ellenfelének a maszkja, iszonyatosan jó kis strappel a hátulján, és egyébként a maszk kidolgozottsága is egész jó, egy picit ugyan sorjás, de meg el van csúszva a nyomtatás, de szerintem iszonyatosan jól néz ki. Na de térjünk vissza a játék címére, nos a Csornaja Metka szó szerinti jelentése fekete jel, fekete címke vagy fekete bélyeg, így talán a nem hivatalos The Black Label címmel legközelebb az eredeti nyelvűhöz, bár szerintem a The Black Mark még ennél is jobb lett volna. A másik nem hivatalos cím a The Hunt és a francia Track szintén közel áll egymáshoz, a The Hunt ugyebár vadászatot jelent, a Track pedig szintén olyasmi, hogy levadászni vagy üldözni. Na de mi is ez a Csornaja Metka, a fekete jel, jöjjön a történet. Az egész sztori Andrei Dashkov azonos című könyvén alapszik, nem összekeverendő a játék és a könyv az itt látható filmekkel és sorozatokkal, ugyanis ezeknek mind-mind Csornaja Metka az orosz címe, de abszolút semmi közük nincs az eredetihez. Vissza a történethez, 2020-ban járunk Moszkvában, hatalmas népszerűségnek örvend a Csornaja Metka nevű tévéshow, aminek a lényege, hogy random állampolgárok akaratukon és sokszor tudtukon kívül hozzájutnak ehhez a fekete jelhez, aki így módon meg van bélyegezve, az kvázi szabad préda, a különféle úgynevezett vadászok feladata, hogy felkutassa és végezzen a jel birtokosával, kb. Ugyanaz, mint a Manhuntban. A nézők pedig fogadásokat köthetnek, hogy túléli-e az áldozat, vagy éppen mennyi idő után ölik meg. A történet egy kicsi átgondolatlan eleme amúgy ez a jel, ugyanis nem tisztázott, hogy konkrétan fizikailag mi is ez. A játék során ugyan olvashatunk erről, ott például egy kabát zsebbe rejtett gomb ez a fekete jel, ami egyrészt wifi-s jeladóként mutatja az áldozat helyzetét a vadászok számára, másfelől szó van egy vírusról is, ami egy idő után megöli szerencsétlent, illetve valahogy ez akadályozza meg azt, hogy a jeladót csak úgy eldobják, mert akkor is meghalnak. Nem teljesen értem, megmondom őszintén. Az áldozatnak lehetősége van amúgy a vírust átadni más embereknek, és onnantól fellélegezhet, mert az került célpontba, aki ez átkerült a jel. Egyetlen kivétel van, az évadok utolsó áldozatai, ugyanis ők már nem adhatják tovább a jelet.
A főhősünk egy bizonyos Nikolaj Kamolov foglalkozását tekintve hétköznapi webdesigner, legnagyobb balszerencséjére ő is megkapta a fekete jelet, hogy hogyan azt nem közli velünk a program, és még tovább fokozva az izgalmakat, ő lett a tévéshow 10. évadának utolsó áldozata, ami azt jelenti, hogy nem adhatja át a jelet másnak, szóval egy dolgot tehet, fut az életéért. Ő futni fog, de mi ne szaladjunk ennyire előre. A történetet a játékban nagyon királyul megrajzolt képregényes formában kapjuk meg. Az elején Nikolaj munkája végeztével autóba ül és elindul hazafelé, ahol persze a rádióban is a tévéshow a fő téma. Mert ez a kabát új, meg ez a piros kardigán nagyon ismerős. Nektek nem? Hát nem csodálom, hogyha az, mert ez ugyanaz, mint a DR Live-ban. Sőt, jobban megnézve a menü is nagyon hasonló. Bizony-bizony, ezt a játékot is az Orion fejlesztette, aki a DR Live mellett a The Stalin Subway játékokat is összerakta, sőt jobbat mondok, a Csornaja Metka egy évvel meg is előzte a DR Live-ot, és mindössze 2 évvel a második Stalin Subway után készült. Azt a mindenit. Szóval hazaérve Nikolajt figyelmezteti a helyi Taki bácsi, hogy komoly bajban vagyunk, de ő nem mondott semmit. Az anyád, hülye jumpscare-es gyökér. Aztán hajnal 3 körül kapunk egy telefont, fura, hogy bakancsban alszunk, de mondjuk ez Oroszország. Egy fickó hív minket, aki csak V-nek hívja magát, és közli velünk, hogy nálunk van a fekete jel, és nincs túl sok időnk hátra. Ez a V segíteni akar nekünk, ugyanis elég sok pénzt tett arra, hogy túléljük a dolgot. Elmondja, hogy létezik egy ilyen anti-jel, anti-label csoport, akik ellenzik az egész műsort, és megpróbálják szabotálni, ahol csak lehet. Ha segítünk nekik, akkor kapunk egy ellenszert, amivel a vírusnak annyi, és eldobhatjuk a jelet magunktól. Annyi a gond, hogy V nem tudja, hogy hol vannak ezek az aktivisták, úgyhogy megadta a számunkat az egyik tagnak, akivel az egyik metróállomáson kell találkoznunk. A végén még szól, hogy ha nem hinnénk neki, akkor kapcsoljuk be a tévét, és valóban a tévében konkrétan a házunk előttről közvetítenek, ahol a hostess Olga Buzova mosolyogva közli, hogy megérkeztek a vadászok és kezdődik a játszma. Megnézhetjük még a gépünket is, ahol az önéletrajzunk van megnyitva, és van itt pár rejtett poén is, például Adobe helyett Dodobi fotó, 3D Ivan és nosztalgikusan egy MSN ablak is meg van nyitva. A tabban nézhetjük meg a PDA-nkat, ahol egyenlőre csak az adott célt nézhetjük meg, a többiről később lesz szó. A számítógépes szövegeket amúgy le is mentjük a PDA-nkra, onnan is elolvashatjuk őket. Na de akkor induljunk meg, vegyünk magunkhoz egy kis pénzt, és amúgy iszonyatosan jó ez a panel lakás, annyira hiteles, hogy elképesztő, főleg ez a kis kék fürdőszoba, tényleg marha jó. Na vegyük is fel a kulcsot, és ezt nézzétek, még a zárnyitás is meg van animálva. Hol látunk ehhez hasonlót? Ahogy sétálunk lefelé, már rohannak is felénk a vadászok macsétával, úgyhogy irány felfelé rohanjunk, szedjük a lábunkat. Itt felmászunk a padlásra, és egy jó nagy gerendával lezárjuk az utat, és innentől futi-futi van a padláson is. Hú, basszus, na pont nem tud elérni hozzánk ez a vadász, és hihetetlen, hogy mi minden megvan animálva a játékban, és milyen jól, akárcsak a DR Live-ban, elképesztően részletes. Ó, úgy látom, itt már jártak a vadászok, úgyhogy rohanás lefelé. Hoppá, itt egy medikit, amúgy egy gyógyszertárban vagyunk, de ne nagyon bámészkodjunk. Az utcán is egyébként puskával lőnek ránk, hát nem nagyon szarakodnak, az már biztos. Ja, és egyébként van lábunk, tudom, hogy fura ezt kiemelni vagy kimondani, de én mindig imádom, mikor egy FPS játékban nem csak lebeg a karakter, hanem látni, ahogy szedi a kis lábait. Az átvezetőben aztán láthatjuk, hogy ilyen brutális bozótvágókkal üldöznek minket, iszonyatosan adrenalin boost. Útközben felhív minket az említett aktivista, aki elmondja, hogy hol kell találkoznunk vele, itt a metró szerviz alagútjaiba kell majd mennünk. Ú, basszus, gyerünk, ú, baszki, és jön a metró is. Paf, úgy kell neked, na, ez zseniális kezdés volt szerintem. De az igazi játék csak most kezdődik. A csatorna tele van vadászokkal, csövesekkel és csövekkel is, és ez utóbbi lesz az első fegyverünk. Bizony, ez eddig totál ugyanaz, mint a Condemned, de lesz ez jobb is, majd meglátjátok. Na itt hogy lehet tovább menni? Azt írja, hogy kell egy pajszer az ajtóhoz, véletlenül pont itt van egy, és nézzétek a csodás animációt megint csak. Na és a lopakodás itt jön be, hogyha a bal felső sarokban látszik a szem ikon, akkor nem látnak minket, kivéve, hogyha futunk vagy zseblámpázunk. Ú, az anyádat, nincsen aprom, hagyjál békén, büdös csöves. Közelharc tök egyszerű, bal klik üt, jobb klik védekezik, de nem kell ritmusra nyomni meg semmi ilyen, jobb klikkel mindig ki fogod védeni a csapásokat. Itt felvetjük a zseblámpát, ez az ajtóhoz majd fejsze kell, Orbán leugrott a plafonról, na, inkább ő, mint egy ellenfél. Na, és már megint egy fabottal akar megverni, nesze. De vannak amúgy ilyen világító kémrobotok is itt, ezeket én mindig lecsaptam, mert ránk világítanak, és úgy nehéz lopakodni. A görgővel lehet a tárgyakat kiválasztani, és a Q-val használhatjuk őket, mint például a medikitet. Azt, amin itt jó nagy buli lehetett.
Hogyha az ellenfél mögé tudunk kerülni csendben, akkor megjelenik egy kis ikon, és egy bal klikkel csendben el tudjuk intézni. Ezek az animációk is zseniálisak egyébként, minden egyes fegyvernek vagy fegyvertípusnak teljesen más az animációja. Aztán végül szereztünk egy tűzoltó fejszét, és megint csak dicsérni tudom ezt az animációt, komolyan egy tűzoltós játékba kellene ilyen részletességű anim, óriási, teljesen jó. Na mit találunk ebben a szobában? Egy kis szerszámos láda van itt, és egy ilyen kis csavar kulcs. Ezt föl is kell vegyük, itt van a télapó, ez elég könnyen megadta magát. Illetve ennek a csavarkulcsnak kicsit fura a futási animációja, de nézzétek meg megint csak ezt az ajtónyitást, iszonyatosan stílusos, iszonyatosan részletes, kurva jó egy szóval az egész. Aztán már itt betörik az ablakot, még több csöves jön felénk. Na ez is együttésre remélem, hogy ki fog purcanni. Üvölcsél, nesze neked. Aztán vannak ilyen kivégzések is, amikor itt térdre rogyik az ellenfél. Ez is ugyanúgy a contentből lett átvéve. Itt is minden másfajta fegyvernek más a kivégzési animációja. De egyébként használjatok mindig kétkezes fegyvereket, mert azok erősebbek és jobbak. Aztán ha el akarjuk csalni egy ellenfelünket, akkor egyszerűen csak üssünk bele a falba, és szépen meg fogja nézni, hogy mi a fasz volt ez. De mögé kerülünk és kitörjük a nyakát, ez az animáció is világbajnok szerintem. Ha jobb felső sarokban megjelenik az a villogó laptop ikon a felkiáltó jelel, akkor kapjuk elő a PDA-nkat, és keressük a jelet gyakorlatilag. Egy ilyen fehér színű wifi jeladót kell keressünk, és ha elég közel vagyunk hozzá, akkor rá tudunk csatlakozni, és itt mindenféle hacker dolgot művelhetünk. Példának okáért megnézhetjük a kamerákat az adott helyen, illetve ami még fontosabb, lezárt ajtókat tudunk kinyitni. A kamerák megtekintése abból a szempontból előnyös lehet, hogy ilyen lesben álló csöveseket és vadászokat ki tudjuk szúrni. Aztán van másik fajta wifi-s jeladó is, hogyha erre rácsatlakozunk, akkor fogadásokat köthetünk. Hát ez sajnos vagy oroszul, vagy franciául tudtam volna nektek bemutatni, abból meg nem nagyon értetek semmit. Itt az a lényeg, hogy a következő négy ellenfelet hátulról csendben gyilkoljuk meg. Itt láthatjátok, hogy 50 pénzt kell fizessünk, ez a fogadás tétje, és 200-at nyerhetünk. Ezt eléggé megéri csinálni, főleg a legelején, mert akkor még eléggé nagy financiális káoszban leszünk. Hogyha van aktív fogadásunk, akkor ezt a PDA adott menüjében meg tudjuk nézni, hogy hogy is állunk vele, illetve érdemes mindent átkutatni ebben a játékban, különös tekintettel az olyan dolgokra, amik le vannak zárva. Hiába kellett a pálya elejére visszamenni ezért a feszítővasért, benne található 500 rubel azért megéri, csak úgy viszonyításképp a játék eddigi szakaszában összesen 500 rubelt gyűjtöttünk össze. Aztán vannak ezek a hatalmas nagy vasajtók, ezeket az úgynevezett hosszú crowbarral, vagyis hosszú pajszerral tudjuk kinyitni, hát ez azért jelentősebb erőfeszítés szükséges. Az ilyen kis szekrényeket pedig mindenféle éles tárgyal, macsétával vagy ezzel a késsel tudjuk kinyitni, és általában ebben is pénz szokott lenni, vagy esetleg medikit. Mire tudjuk elkölteni a pénzünket, arra itt a válasz, van egy ilyen masina, ahol vehetünk aknákat, golyóálló mellényt, kis és nagy medikitet, night visiont, illetve egy regenerátor nevű cuccot, amit majd be fogok mutatni. Amire figyeljetek, hogy miután megvettétek a dolgokat, ne felejtsétek el magatokhoz is venni, ugyanis nem kerül automatikusan hozzánk. Kicsit furcsa megoldás, de a golyóálló mellényt is úgy kell aktiválni, hogy kiválasztjuk a menüből és a Q gombot megnyomjuk. Aztán az ilyen jeleneteknél le sem tagadhatja a játék, hogy a Manhuntból lopott. Ugyanaz van, mint abban a játékban, a fél homályban állok 2 centire a komától és egyszerűen nem vesz észre. Mindegy, lopakodós játék érdekes mechanikával, nézzük el neki ezt a dolgot. És mivel van aktív fogadásom, ezért hátulról elvágom a fickó torkát, zseniális. Az ilyen álló szekrényeket pedig érdemes egyébként szétverni, mert nem gondolná senki, de a tetején általában van medikit, vagy night vision, vagy akármi, ami számunkra hasznos dolog. Ha már night vision, akkor itt föl is vettem, érdekes módon csak egy adott ideig hat, úgyhogy nem lehet kibe kapcsolgatni. Itt mondjuk el is rontottam ezt a fogadást, de cserébe láthattok egy marha jó kivégzést, amit késekkel lehet megoldani. Gyere Mikulás, paf, átszúrja a veséjét, óriási. A pálya végén megtaláljuk azt a kontakt embert, akit eddig kerestünk, hát nincs túl jó állapotban. Szerencsére megint a közelben van egy feszítővas, ki tudjuk nyitni az ajtót, és a következő képsorok önmagukért beszélnek, egyébként zseniális hangolámondással van az egész megoldva. Ты должен выжить. Система разрушит систему, мы сможем.
Szerencsétlen fickót már nem fogjuk tudni megmenteni, úgyhogy ellenszérummal sem tud szolgálni nekünk, viszont egy másik csatornába, hogyha átmegyünk, akkor eljutunk egy gyártelepre, és ott vár minket majd ez az anti-label aktivista csoport, és ott fogjuk tudni az ellenszert megkapni, legalábbis ezek szerint, ez majd a következő részben kiderül.